Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve? A kereszt jelentheti az ő hitét. Hisz saját magában, hisz benned, hisz a jó Istenben. Ez a kereszt jelenti a sors döntő változásokat, vagy azt, hogy a sors utatok kereszteződik, vagy azt, hogy eléri az élet útján ezt a kereszteződést, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. Sőt, a gólyák szintén változásokat jelentenek. Ez lehet munkahelyi változás, ez lehet költözködés, vagy megváltozik a hozzáállása, ami téged illet, lesznek változások a párkapcsolatban. És hogyan érzi magát? Itt megjelenik a park, tehát a nyilvánosság. Számára nagyon fontos, hogy megkapja az elismerést a nyilvánosságon, vagy a tudása miatt, hiszen a könyv jelentheti az ő tudását, vagy továbbképzést, azt is jelenthetik itt a kártyák, hogy ő írt egy könyvet, és az megjelenik a nyilvánosságon. Ami benneteket illet, tehát a párkapcsolatot, ő zárkózott, és az a vágya, hogy összefusson veled a nyilvánosságon, vagy felvállal téged a nyilvánosságon. Számára fontos az elismerés. Nem csak ami másokat illet, hanem részedről is. De nem mondja ki, hogy mit akar, hiszen a könyv jelenti az ő zárkózottságát. Mit fog tenni? Ez a hegy jelenthet hegyvidéket, jelenti a téli hónapokat is. Ez a virág jelent februárt. Amit még a kártyák jelenthetnek, hogy hideg-rideg a tartása, de jók a szándékai, hiszen ez a virág jelenti a tiszta gondolatokat vagy érzelmeket. A Lenormand kártyánál ez a virág utalhat szexuális témákra is, és mivel itt megjelenik a hegy, valami blokkolja őt, nem mer erről beszélni. És mi fűz össze benneteket? Itt az utak, hogy összefuttok, a sors utatok kereszteződik, ami itt is látható. Amit az utak még jelentenek, hasonlóan a kereszthez, hogy elérkeztek az élet utatokon, ehhez a kereszteződéshez, itt vannak az utak, lesznek változások, elgondolkoztok azon, hogyan tovább, melyik irányba, ebbe az irányba, vagy abba az irányba. Ez kihat a párkapcsolatotokra, tehát lesznek itt változások. Az egyetlen, amiről nem beszél, meg blokkolja őt, ezek a szexuális témák. És ez volt a felvétel. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!